Szeretettel köszöntöm Súrján Lászlót, a Kerta 21 Egyesület elnökét a stúdióba. Örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a nézőket. Jövő csütörtökön, december 12-én a megszokott rendben 18 órától a Katolikus Televízió is élőben közvetíti a Kerta 21 következő eseményét, amely rendkívüli lesz. Most mire számíthatnak a nézők? Hú, hát minden rosszra. Na, de komolyra fordítva a szót. Most együttműködésben készül ez a műsor. Egy közös halmaz nevű, főleg fiatalokból álló alapítvány tevékenységével, akik azt firtatják, ami a 30-as éveknek volt a nagy kérdése, mi a magyar, ki a magyar, mit jelent nekem azt, hogy magyar vagyok. Ma van egy sok embertársunk, vagy polgártársunk, akinek ez semmit nem jelent, van akinek pedig nagyon sokat jelent, kinek van igaza, hogyan határozzuk meg, hogy most te magyar vagy, nem vagy magyar, ha valamit másképp gondolsz, mint én, akkor már nem vagy magyar, vagy minnyájan magyarok vagyunk. Engem meglepett, hogy a fiatalok körében ez egy ilyen fontos kérdéssé vált, vagy legalábbis egy csoportjuk, és azt gondolom, hogy a mi gondolkodásunkban is fontos egyrészt, hogy helyre tegyük ezeket a fogalmakat, másrészt, hogy lássuk, hogy polgártársaink milyen módokon gondolkodnak erről a kérdésről. Ugye, most egy kicsit nézzünk keresztény oldalról, milyen furcsa, hogy az a fő parancs, hogy úgy szeresd embertársadat, ahogy önmagadat. Na most, ezt ha a nemzetekre vetítjük, ha magunk nemzetét nem szeretjük, akkor a többit se tudjuk szeretni, vagy legalábbis nem megfelelően. Úgyhogy egy ilyen párhuzamot lehet fölépíteni, ha egy szervezetnek, mint a Kartának az egyik fő célja az, hogy a Kárpát-medencében békességben éljenek az emberek, az igen, kimondom, szeretetet kell jelentsen a különféle etnikai csoportok között. Ennek viszont éppen a főparancs szellemében egyik feltétele, hogy ismerjem magam, és tulajdonképpen szeressem is magam. Legyen fontos számomra a magyar volt, és akkor tudom megbecsülni jól azokat az értékeket, amelyeket a szlovákok, a románok, szerbek, horvátok nyújtanak itt a Kárpát-medencében. Tegnap beszéltem én is Ottlik Domonkossal, az esemény egyik főszervezőjével is, és ő is elmondta, hogy miben lesz rendhagyó ez az esemény, és nagyon jó hír, hogy a következő generáció is, ahogy ön mondta, érdeklődik az iránt, hogy akár a 30-as években is mi fogalmazódott meg az akkori fiatalok fejében, és most is egy kicsit úgy komolyabban lazára szeretnék venni a témát, tehát hogy azt mondta, hogy lesz szavazás is, hozzá lehet szólni a műsorban, és lesz a műsorvezetőkön kívül 5-6 megszólaló is. És mikor kérdeztem, hogy kik lesznek, mondta, hogy a nevük fontos, de az, hogy ők most milyen titulusban, milyen minőségben vannak ott jelen, az nem fontos, csak a mondani való fontos. Igen, tehát itt most nem közismert nagy neveket vonultatunk föl, vagy olyan viszonylag kevésbé ismer, de mindenképpen megismerendő értékeket, hanem ilyen egy közülünk akárki lehetne. Én magam is kíváncsisággal várom a dolog megoldását. Minden esetre nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy nyissunk a fiatalság felé, és mindig is kerestünk olyan szervezeteket, akikkel együtt tudunk működni, nem feltétlenül azért, mert mindenben egyetértünk, hanem azért, mert megtaláljuk a közös pontokat. Jó, hogy említi a közös pontokat, hiszen a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elmúlt héten kiadott egy körlevelet is, amely a mai világunkat, talán a fiatalságot is legjobban érintő 4 kérdést jár körbe, és gondolom, hogy ehhez is van hozzáfűzni valója. Igen, és még talán nem is olyan hajánál fogva előrangotott, hogyha kapcsolatokat vélek felfedezni. Ugye az első pont a demográfia kérdése, a népesedés kérdése. Hát ha nem születnek meg a gyerekeink, akkor minek erőködünk? Akkor tulajdonképpen nem érdemes foglalkozni a dolgokkal. Volt már nemzet, amelyik kihalt,
ugye Vörös Márti azt írta, hogy a sírt, hol nemzetsüllyedel népek veszik körül, és az ember milliók szemében gyászkönny, nem ül gyászkönny. Eltűnik és kész. Ez nem így kellene. Igen, az egészséges ösztön az az utódok felé fordul. És sajnos, hogy ez téma kell legyen, mert normális esetben ez nem téma. De hogyha már megszülettek ezek a gyerekek, akkor megfelelő képzésben is kell őket részesíteni, és ez a képzés nem csak a 2 + 2 = 4, hanem sokkal inkább az, hogy hogyan élj a világban, hogyan gondolkodj magadról, akkor már itt vagyunk rögtön. A magyarságra vonatkozó ismeretek elég vékonykák a jelenlegi oktatási szisztémában, ennek is volna szerepe. Aztán ugye nagyon sok családban, amikor jöjjön, ne jöjjön a gyerek, kérdés merül föl, akkor az anyagiakat hozzák fel. Magyarország, furcsa kimondani, és lehet, hogy meg is fognak szidni érte, nem a legszegényebb országok közé tartozik. Tulajdonképpen a világ több mint 200 országa közül a gazdagabbik csoportban, és a legtöbb gyermek a szegényebb országokban születik. Ettől függetlenül a szegénység nyomasztó probléma. A szegénységgel foglalkozni kell, ez a harmadik pontja a püspöki körlevélnek. Itt a karta kevésbé érintett, de azért volt már akciónk, kifejezetten erőteljesen szolidaritás, például a kárpátaljai legnehezebb sorsban lévő emberek számára, ahol még külön figyeltünk arra is, hogy ne csak a magyar családok, az ott élő ruszin családok is részesedhessenek abból az adományból, amit éppen így karácsony táján érdemes erről beszélni. A legizgalmasabb kérdés talán a negyedik, ez a népvándorlás kérdése. Itt a legzavarosabb az emberek gondolkodása, és különösen én fölháborítónak tartom, hogy a kereszténységhez egyáltalán nem kötődő emberek és szervezetek a keresztény szeretetet kérik számon mindenkitől ebben a kérdésben, ami egyik irányból jogos, Ferenc pápa is ezt gyakran hangsúlyozza, másik oldalról ezért őt is támadják, ami szintén hiba, mert hát hogyan viszonyulhatna egy felelős keresztény ember, ha lát egy fuldoklót, hát kimenti, és ennek megfelelően. De egész más kérdés ennek az egész folyamatnak a kezelése. És most ez a körlevél is világosan elmondja, hogy felelősséggel tartozunk saját magunk iránt is. Felelősséggel tartozunk azok iránt is, akik jönni akarnak, de föl kell tegyük a kérdést, hogy miért akarnak jönni, és nem úgy kell fölfogni ezt a vágyat, hogy mindenképpen ki kell elégíteni, mert lehetetlen feladatokat nem lehet megoldani. Nagyon jól látjuk, hogy azok az integrációs ötletek, amelyekkel például Németország előállt, nem működnek, nem válnak be. És pont a németek tudhatták volna, a törökök se integrálódtak, akik 20 éve ott dolgoznak Németországban, mert nem az az integráció, hogy tudom a nyelvet. Az integráció a közös gondolkodás. És egy idegen kultúra, egy idegen vallás nagyon sok dologban másképp gondolkodik. Magyarán elhagyni a szülőföldedet, legyél akár erdélyi magyar, akár közép-afrikai ember, mindenképpen probléma. És mindenképpen olyan világot kellene teremtenünk, hogy az emberek a szülőföldjükön tudjanak hozzájutni mindahhoz a jóhoz, amit a mai világ produkálni tud. Ez a probléma, és ez az, amire a püspöki kari körlevél nagyon fölhívja a figyelmet. Segítsünk ott, ahol baj van, és ne hozzuk a nyakunkra a bajt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és erre rávilágított nálunk. Én is köszönöm a lehetőséget.